Tihanyi Dánielt a Magyarok Dalszínház előadásaiból ismerheti a komáromi közönség. A kisbéri színész dalszerző számos darabban kapott szerepet. Néhány nappal ezelőtt jelent meg új önálló szerzeménye, Szükségünk van rád címmel, melyet Magyarországnak írt erő és reményforrás gyanánt. Tekintettel a jelenlegi helyzetre, ami kialakult, amit nem kell elemeznünk, hiszen mindenki tudja, mert benne vagyunk mindnyáján. Szerettem volna írni egy dalt Magyarországnak, ami nem csak a járvány időszakban ad erőt és hitet, kitartást az embereknek, hanem a későbbi mindennapjainkban is talán erő és reményforrás lehet. Bízom benne, hogy működni fog. Igazából az ikletett erre, hogy megszülessen ez a dal, hogy nem szerettem volna tétlenül otthon ülni a babérjaimon, hanem ebből a helyzetből is szerettem volna kihozni a legtöbbet, mármint amit én megtehetek, hogy nyilván előadó létemre szeretnék adni az embereknek, amit tudok, és szerintem most a bátorításra van a legnagyobb szükség, és a kitartásra, a hitre, és ezért készült ez a dal. Őseink hona, apáink szava, tisztelet, becsület, emberség. Anyáinknak öle, mint szeretetnek öve, mindörökkön minket véd. Ne feledd el soha, kik a neved adták neked, ültes hát száz fát, ne veszítsd hited, másét el nevet. Dani már korábban is írt dalt és készített videóklipet. Nagy örömmel csatlakozik jótékonysági kezdeményezésekhez is. Nagy szeretettel gondolok egy dalra, amit tavaly karácsonykor írtam, Zengen az ének címmel. Ugyanis maga az egész dalnak a megszületése és a klip létrejötte, a szervezése minden együtt körülbelül egy hónapra zárható be, ami elég egy komoly áldozatos folyamat volt, de megérte. Tudni kell róla, hogy körülbelül 300-an vettek benne részt, többek között a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei, Kisbéri Prokantát a kórus, a Magyarok Dalszínház énekesei, meg számos kórus, Ráckevei gitáros kórus, Székesfehérvári 70 fős gyerekkor, szóval sorolhatnám, és nagyon sok helyszínen forgattunk. Többek között a Szent István Bazilikában is a záró refrént ott láthatjuk. De hogy nem fér bele ez a sok felvétel a klipbe, így majd készül ebből egy verkfilm idén karácsonyra, amit sok szeretettel küldök ezúton is mindenkinek. Hála Istennek nagyon jó barátságnak örvendek Bőte Csaba testvérrel, hiszen voltam ki náluk önkénteskedni az alapítványnál Déván, és azóta is ápoljuk a kapcsolatot mind a gyerekekkel, mind Csaba testvérrel, és volt egy közös műsoruk a Nem adom fel együttessel a Papp László sportarénában, és lehetőség adatott nekem, hogy énekeljek egy dalt, a Hallelujah-t, elzongorázhassam és énekeljem a gyerekekkel együtt. Körülbelül 12 ezeren voltak, úgyhogy ez egy olyan élmény volt számomra, amit soha nem fogok elfelejteni. Jó tenni, jó dolog. Jó érzés. Hogy nem gondolnám ezt túl, meg túl nagy frázisokkal, nem írnám le, hanem a legnagyobb emberi egyszerűségben az, hogy adunk egymásnak valamit, amivel egymást többé tehetjük, emelhetjük, és hozzá tehetünk a másik életéhez, nem elveszünk. A dalban is ezt szerettem volna megfogalmazni, a Szükségünk van rádban, hogy nagyon fontos, hogy hálásak legyünk egymásért, és hogy tisztelettel, becsülettel forduljunk egymás felé, és a természet felé, hogy ez tök természetes, hogy minden nap fel kell a nap, lemegy, meg hogy lélegzünk, de hogy az életben gondoljunk bele, hogy ez mekkora ajándék, hogy ott van bennünk az élet, ott zizeg, pezseg. Tihanyi Dániel 2008-ban mutatkozott be a Magyarok Dalszínházban. A Will Shakespeare vagy Akit akartok című musicalt számos más darab követte. Többek között például, amit az Anconai szerelmesekben, a bolond Luigi-t, dadogos Luigi-t alakíthattam, ami egy jó, szuper szerep. Aztán volt
drámaibb darabba is lehetőségem játszani, mint például a Fehér Laposokban. Azt is nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon-nagyon szép a zenei világa, amit Másik Lehel írt. De nyilván ez a drámai történet, amit nem szépnek mondhatnék, hanem eléggé mély gondolatokat szül az emberben, hogy milyen helyzetek voltak a történelemben nem is olyan rég. Aztán legutóbb volt a Mesautó bemutatónk. Nagyon büszke vagyok egyébként a többi kollégámra is, hogy ebben az időszakban ők is tevékenyen töltik az idejüket, mint például Mészáros Tomi barátomnak most született meg egy új dal, a Tavasz címmel, klippet is csináltak hozzá. Gombás Ádám, Gombi barátom, ő pedig szinkron videókat csinál, sok szeretettel ajánlom, nagyon szuper, szórakoztató, és nagyon, nagyon profi. Aztán Grüncsán Milán is felvételeket. Szóval jó erre gondolni, hogy most nem tudunk adni úgymond az embereknek a színház révén, mint egy társulat, de hogy külön-külön mindenki igyekszik, és tőlünk telhető legtöbbet megtesszük, amit, hogy kicsit adjunk az embereknek. Reméld a holnapot, reméld az új napot, virág, Magyarország, ne félj tovább, jön még ezer új idő, bármi lesz a jövendő, virág, Magyarország, szükségünk. A fiatal színész dalszerzőnek számos terve van a jövőre nézve, több területen is. Olyan dalokat szeretnék írni, ami a közért szolgál mindenki számára. Valamilyen töbletet ad egy adott témakörben, és segít átlendíteni azon a helyzeten, legyen az nehézség, vagy legyen azok boldog pillanatok. Bízom benne, hogy mielőbb visszaáll a régi rend olyan tekintetben, hogy mehetünk a színházzal előadásokat adni mindenfelé. Illetve van egy kölyök színház, amit a párommal működtetünk most már 2 éve Kiskulacházán, a Petőfi Művelődési Központban. Tiszta szín kölyök színház. És velük készülünk egy saját musical-el, egy komédiával, aminek a címét még nem árulom el, de nagyon szuper lesz, annak is a zenéjét én fogom szerezni majd, illetve a szövegét ketten írjuk a párommal. De számos feladat vár még ránk mindenkire, úgyhogy ne adjuk fel. Csak értékeljük át a dolgokat, hogy mi az, amire tényleg szükségünk van, és mi az, amit akarunk. Őseink hona, apáink szava, tisztelet, becsület, emberség. Anyáinknak öle, szent szeretet öve, mindörökkön minket véd, minket véd.